Az Orbán kormány az elmúlt bő évtizedben mindent megtett a munkavállalók jogainak csorbításáért, mindennapjaik ellehetetlenítéséért, állítja Komjáti Imre. Az MSZP társelnöke szerint most tovább súlyosbítanák a munkavállalók helyzetét azzal, hogy a tervek szerint a munkáltató bizonyos szakszervezetek számára nem lenne köteles elutalni a tagdíjakat. Vendégünk Komjáti Imre. Az MSZP társelnöke, köszöntöm nálunk, jó estét kívánok. Jó estét a nézőknek is. Azt mondja, hogy ez egy újabb támadás. Mi pontosan, mit ért az alatt, hogy újabb támadás? Kezdjük onnan, hogy mind az alaptörvényben, mind a munkatörvénykönyvében le van fektetve, hogy a magyar munkavállalóknak joga van ahhoz, hogy szakszervezetet alakítsanak, szakszervezetbe belépjenek azért, hogy bérharcot folytathassanak, azért, hogy jobb munkakörülményekért harcolhassanak. Ez így van, és így is marad? Igen. De a szakszervezeteknek meg működniük kell valahogyan. Tagdíjból nem csak a működésüket fedezik, hanem például váratlan helyzetben lévő munkavállalóknak szociális segélyt is tudnak nyújtani, illetve sztrájk alapot tudnak létrehozni, amiből fedezni tudják a kiesett munkabért egy sztrájknál. Ezt éri most támadás a kormány részéről. Kvázi szerintem ez egy büntető intézkedés. Jelen pillanatban azokat a szakszervezeteket veszik célba, akik a közszolgálatban dolgoznak, akik a pedagógus sztrájkoknál kiálltak, akik különböző akció egységet hoztak létre. Hát ott vannak a honvédelmi alkalmazottak és állami fenntartású egészségügyi szolgáltató szervezetek, tehát az, tulajdonképpen az összes közalkalmazotti így van, szakszervezet. Ebben a helyzetben a kormány az munkáltató. Mint munkáltató nem akarja egyébként azt megtenni, amit más munkáltatóktól egyébként a törvény még jelen pillanatban is megkövetel, azt, hogy levonja ezt a tagdíjat. Mondjuk el a nézőknek, mert hogy legyen világos, mert ez nem annyira egyszerű talán, aki nem foglalkozik ezzel. Tehát eddig úgy volt, hogy én szóltam a munkáltatónak, hogy én szakszervezeti tag vagyok, és kérem, hogy ide-oda-amoda utalják el a tagdíjat. Ez eddig így volt, most hogy lesz a változás után? Most a változás után oda kellene kocogni a szakszervezeti vezetőnek vagy aktivistának, és be kellene szedni a tagdíjat, vagy pedig újra nyilatkoztatni kellene a szakszervezeti tagot arról, hogy akkor ő utalja el külön a fizetéséből a tagdíjat. Tehát én eldönthetem, hogy akarok szakszervezeti tag lenni, tehát akarok-e tagdíjat fizetni, és akkor nekem kell az egészet intézni, és nekem kell elutalnom. Igen. A fizetésből. Így van, így van. De ezt egy rendszerben kell nézni. Ez egy része annak a támadássorozatnak, amelyet 2010 óta a szakszervezeteknek el kell viselni, és itt a szakszervezeteknél kiemelném, hogy a munkavállalóknak kell elviselni. A szakszervezetek, azok a munkavállalók védőbástyái. A szakszervezetek, azok jó esetben a munkavilágának az immunrendszere. Ott, hogyha baj van, akkor ők jeleznek. Ők lennének azok, akik megvédik az embereket, a munkavállalókat, nem csak bérharcot folytatnak, hanem megvédik például olyan munkáltatóktól, mint amit Szigetszentmiklóson látunk, vagy Iváncsán látunk, hogy konkrétan mondhatom így, hogy majdnem, hogy nem halálra ítélnek embereket azzal, hogy ilyen mérgező anyagoknak teszik ki őket, úgy, hogy egyébként nem tájékoztatják őket erről. Ezért kellene, hogy mindenhol legyen szakszervezet, ezért kellene azt, hogy a kormány végre ne a munkáltatók, a multik, a nagytőke oldalára álljon, hanem a munkavállalók oldalára. De a szakszervezeteket nem a kormány hozza létre, és hogy ez milyen erős ez az immunrendszer, arról mindjárt kérdezem, de még a változáshoz egy mondat. A kormány azt mondja, hogy ez tulajdonképpen ez egy technikai dolog, és a cél ezzel, hogy csökkenjenek az adminisztratív terheik. Ez nem áll meg, ez azért? De milyen adminisztratív teher? Eddig működött ez a rendszer. Egyszer nyilatkozik a munkavállaló, amikor szakszervezeti tag lesz, hogy ő kéri a munkáltatót, hogy vonja le ezt a tagdíjat. Semmiféle plusz adminisztratív teherrel nem jár. Ennek semmi más oka és célja nincs, mint a szakszervezetek kinyírása. És, tehát azt mondja, hogy ennek az lesz a következménye, hogy sokkal kevesebb szakszervezeti tag lesz? Természetesen ez tagvesztéssel fog járni, mert a tagok egy része lehet, hogy nem fog új nyilatkozatot adni, hogy akkor majd ő utalja át a szakszervezeti tagdíjat, illetve képzeljük el azt a szituációt, amikor mondjuk egy kormányhivatalban a közszolgálati dolgozók szakszervezetének aktivistája oda fog
fog menni, és arra buzdítja az ott lévőket, hogy akkor nyilatkozzanak, hogy a tagdíjat befizetik. Lehet, hogy már másnap repülni fog. Na, a szakszervezetek meg az a bizonyos immunrendszer. Azt is elmondta ebben a videójában, hogy tárgyaltak például német szakszervezetekkel is, és ott elmondták önöknek, hogy a Németországban a politika nem tudja egyszerűen megkerülni a szakszervezeteket, kénytelenek meghallgatni őket. Hát itthon ez nincs így. Ez akkor ön szerint kinek a hibája és kinek a felelőssége? Hát mindenképpen a kormány felelősség, és ezt nem csak azért mondom, mert ellenzéki politikus vagyok. De hanem miért? Azért, az, hogy gyengék a szakszervezetek, az miért a kormány felelőssége? Mert lehetnének erősek a szakszervezetek, hogyha a kormány végre őket tekintené stratégiai partnernek, és hosszan sorolhatnám az MSZP-nek azokat a javaslatait, amit egyébként arra szolgálnának, hogy a szakszervezetek megerősödjenek. Tehát ellenzékben kormányon az MSZP mit tett azért, hogy erősek legyenek a szakszervezetek? Akkor sem voltak annyira erősek. Sokkal erősebbek voltak a szakszervezetek, jobb volt a szervezettség, illetve volt érdekegyeztetés. Kis Péter hosszú tárgyalásokat folytatott és egyeztetéseket, míg egy törvénymódosítást végrehajtottak. Volt valódi érdekegyeztetés, most már nincs. Ez a kormány munkavállaló ellenes és szakszervezet ellenes. Azt mondja a videóban, hogy mi, mármint az MSZP, a szakszervezetek természetes szövetségeseként parlamenten belül és kívül egyaránt támogatjuk, segítjük őket, hogy hatékonyan tudják védeni a munkavállalók érdekeit. Az jó, hogyha egy politikai párt támogatja, segíti a szakszervezeteket? Természetesen egy szociáldemokrata párt az természetes szövetségese a szakszervezeteknek. Ez így működik Nyugat-Európában, és azt szeretném, hogy így működjön Magyarországon is. Amennyiben az MSZP olyan kormányzati pozícióban lesz, hogy mondjuk a munkavilágába lesz hathatós beleszólásunk, akkor én azt garantálom, hogy én, mint Komját Imre politikus, mindent meg fogok azért tenni, hogy megerősödjenek a szakszervezetek. Első lépés az lesz, hogy például a szakszervezetek egyik legfeszítőbb problémáját, ezt a potyautas effektust, azt kezelni tudjuk. Van még egy másik témánk, időnk már nem túl sok, de fontos, mert azt mondja, hogy a tűzvédelmi törvényt is módosítani akarják, most már látom itt a hírben, már 5 szakszervezeti szövetség is tiltakozik. Azt mondják, hogy ez életveszélyes ez a törvénymódosítás. Mi pontosan ez a törvénymódosítás? Ez arról szól, hogy eddig 5 fő alatt vállalkozásoknak nem kellett tűzvédelmi rendszabályokat, külön szabályzatot hozni, illetve nem kellett a munkavállalóknak évente tűzvédelmi vizsgát tenni. Ezt most megemelik 50 főre. Egyik oka szerintem az, hogy nincs elég szakember, aki ellenőrizze ezeket a tűzvédelmi rendszabályokat, illetve az, hogy tömegével jönnek a vendégmunkások Magyarországra. A magyar munkavállaló is bizony megizzad a kérdés sortól, én magam is így voltam annak idején, mikor dolgoztam, amikor évente vizsgát kell tenni. Képzeljük el azt a helyzetet, amikor egy pakisztáni, dél-koreai vagy fülöp-szigeteki munkavállaló hogy fog felkészülni tolmács nélkül egy ilyen vizsgára. És a szakszervezetek visszajelzés alapján súlyos tolmács hiány van, éppen ezért fordulhat elő az, hogy például megint csak a Szigetszentmiklósi akkumulátor hasznosítót hozom fel példának, hogy nincs idegen nyelvű tájékoztató arról a dolgozóknak, hogy rákkeltő anyaggal dolgoznak, hogy halálra vannak ítélve, hogyha nem hordják a munkavédelmi felszerelést. Ez súlyos bűn a kormány részéről, ezt nem szabad megtenni. Hát valószínűleg beszélünk még erről, mert ez egy friss hír. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm a lehetőséget.